Start. Elindult az 1800 méteres El Santana, díj és Vicsa vett nagyon jó startot, azonban kívülről begyújtotta a rakétákat Ultimate Force is, illetőleg kettejük között Velence R helyezkedik, és könnyen lehet, hogy Velence R lesz az, aki elveszi a falat, élre megy. Így van, Velence R vezet mögötte, ott ügette Vicsa, Velocity legbelső starthelyéről egy kicsit kénytelen volt kiebb menni, ennek ellenére ott van már a második, harmadik helyen, harmadik spurba szorult így ki Ultimate Force, aztán Ultimate Force-tól egy bejebb Vulcano Boyt láthatjuk ügetni, majd jön Generőz, aztán Veritéb Jenki Vezuvián, hátul pedig a második sorból induló utonálló, illetőleg Uncia színei tűnnek föl. Nagyjából 1200 méterünk van még hátra a versenyből. Velence R. Juhász Balázssal vezetni tud, mellette ott van a külső spúron Ultimate Force, míg belül jól helyezkedik Vicsa, aztán szintén a falon Vulcano Boy, aki mellett pedig Ultimate Force versenyez jelen pillanatban. Velocity pedig szépen lassan valóban megy előre. Ő az, aki a második spúrosok sorát vezetni tudja, de elől töretlenül Velence elrüget, aztán mögötte Vicsa, illetőleg Velocity, majd pedig Ultimate Force, illetőleg Vulcano Boy következnek. Vesna elég messze, ő az, aki zárja jelen pillanatban a sort. Gyorsítani látszik a mezőny, Velence R-nek köszönhetően tudja tartani ezt a nagyjából egy hosszas előnyét a többiekkel szemben. A háttérből pedig, aki ritmust váltott, az Generőz, kihúzott Kovács Sándor, hiszen a harmadik spurba is ott megindít egy támadást, hát nagyon erősnek tűnik, ennek ellenére nem lesz könnyű dolga, hiszen érkeznek a kanyarba, és még mindig tudja tartani a falat istállottása Velence R. Velence R vezet, Velence R mellett ott van Velocity, külső spúron jön Generőz, belül Vicsa van még nagyon jó helyzetben, és följebb jött Vezuvián is, viszont Vulcano Boy fáradni látszik. Ráfordulnak a befutó egyenesre, teszik mindezt Velence R vezetésével. Velence R vezet, azonban támadhatják őt többen is, ott kívülről egyelőre negyedik pozícióban Generőz próbál meg előre ügetni, és a háttérből megjelenik még Vezuvián is. Ennek ellenére Velence R az, aki nagyon magabiztosan vezet, jön azonban Vezuvián hatalmas lendülettel, és végül Vezuvián nyerte meg a futamot Velence R-t megelőzve, és Generőz érkezhetett oda a harmadik helyre, a negyedik hely pedig így Vicsának jutott.